A tíz parancsolat. Dr. Erdő Péter bíboros primás, Esztergom budapesti érsek tanítása. A 9. és a 10. parancsról. A 9. parancsolat a katolikus katekétikai felsorolás szerint így hangzik, fele barátot, feleségét ne kívánt, újabban pedig úgy szokták fogalmazni, hogy embertársat, házastársát, vagy fele barátot, házastársát ne kívánt, hiszen valóban férfiakra, nőkre egyaránt vonatkozik. Na most meg kell jegyeznünk azonban, hogy ez a parancs így kettévágva a tizedikkel szervesen összetartozik. Olyannyira összetartozik, hogy a zsidó felosztás szerint egyetlen parancsot képez, amely így hangzik, hogy ne kívánt. És ezen belül felsorolja már maga a kivonulás könyve is, hogy mi mindent ne kívánjon az ember, és aztán másutt a Szentírásban ezt bővíteni lehet, ahol konkrétabban is megjelenik. Na most mik szerepelnek ebben? Ez nem kis nehézség, mert az első helyen azt szerepel, hogy fele barátot, házát ne kívánt. Ez az első. Utána jön a feleség, a szolgálóvány, a szolgáló és az egyéb javak, beleértve az állatállományt is. Na most ebben az összefüggésben nem véletlen, hogy még Aquinói Szent Tamás is, amikor magyarázza a tíz parancsolatot, akkor 9. arról beszél, hogy ne kívánt fele barátod javait. És 10. helyen beszél arról, hogy ne kívánt fele barátod feleségét. Tehát a kivonulás könyvének a sorrendjét szinte követve. Most nekünk, amikor erről ma gondolkodunk, az első, amit hangsúlyoznunk kell, hogy mit is értünk azzal, hogy ne kívánt. Hiszen eddig cselekedetekről volt szó. Van, aki a katolikus tanítást ebben a kérdésben félreérti, és azt mondja, hogy szemben más vallásokkal a katolicizmus csak a külső szavakat, tetteket, látható, tapasztalható megnyilatkozásokat sorolja a tíz parancsolat alá. Azonban itt egy történelmi félreértésről van szó. Egészen pontosan Bájusznak az elítélt tételei között az 1500-as években szerepelt egy olyan gondolat, hogy az embernek az önkéntelen, a nem akaratlagos vágyai is bűnösek. Tehát úgy gondolta, hogy a tíz parancsolat kiterjed ezekre, és ezek is rosszak. Tehát ezek ellen is küzdeni kell. Most ezzel szemben az egyház kénytelen volt hangsúlyozni azt, ami egyébként teljesen nyilvánvaló, hogy parancsolni csak a szabad embernek lehet. Ahogy a tíz parancsolat elején már mondtuk, a parancsok az a szabadságot szólítják meg. Tehát olyan kívánságokról van szó, amiben az akarat beleegyezik, amit az akarat legalábbis vagy szándékosan kelt föl, vagy szándékosan megmarad hosszasan ezen kívánság mellett, vagy a kívánságot már szándékká is formálja. Tehát ilyen idézetet tudnék mondani 5. Szent Pius pápának a bullájából, 1567-ből, azt mondja, hogy el kell vetni azt a nézetet, amely szerint a gonosz vágyakat, amelyekbe az értelem nem egyezik bele, és amelyeket akaratlanul visel el az ember, Isten parancsa megtiltotta. Tehát ez egy olyan tévedés, ami már szinte az embernek a természetes létét is negatívnak, bűnösnek fogná föl, az akaratunk nélkül is. Na most, ehelyett a katolikus tanítás az, hogy igenis lehet kívánsággal vétkezni, de ott az akaratnak, a szándéknak, az értelemnek valamilyen szinten már jelen kell lenni. A parancsnak a lényege tehát, a 9. meg majd a 10. is, az, hogy felszólít bennünket az önfegyelemre. Ennek a kereteit az adja, hogy a ház, a mező, a tulajdon, illetőleg a feleség, a házastárs kívánása, ez azért kétféle helyzetet feltételez. Bár a házat kicsit meggondolhatjuk abból a szempontból, hogy
régi magyarázók azt mondták, ez az egész egzisztencia, ezért van erről. És akkor még a család is és minden egyéb hozzátartozhatna. Mi a hitoktatásunkban nem így szoktuk ezt értelmezni, hanem inkább anyagi értelemben veszünk, akkor viszont a személyek, a személyes kapcsolatok, a házastár kerül az első helyre. Na most, Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy a kívánságokat azért kell kordában tartani, azért kell az önfegyelem kontrollja alá vonni, mert egyébként hajlamosak arra, hogy teljesen uralmuk alá vonják az embert. Ezt egyébként nem csak Aquinói Tamás mondja, hanem már alexandriai Filó is a kereszténység korának hajnalán, vagy Krisztus korában, mint zsidó szentírás magyarázó, ő azt mondja, hogy a kívánságok olyanok, mint a fekély, amely elborítja az egész testet, hogyha az értelem, mint jó orvos, ezt meg nem akadályozza. Tehát ez megint az önfegyelemnek a kötelezettségére hívja fel a figyelmet. Abban a tekintetben pedig, hogy milyen kívánságok uralkodhatnak az emberen, már Filó arról beszél, hogy a pénz, a kéj és a dicsőség vágya válhat szenvedélyé. Ebben a felsorolásban szinte felismerjük János apostol első levelének a hármasságát, aki pedig azt mondja, hogy a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevénysége, ezek a vágyak uralkodnak az evilági életen. Na most, miért olyan fontos, hogy ezeket a kívánságokat kordában tartsuk, elkerüljük? Mert belőlük küzdelmek fakadnak, pusztulás fakad, Isten és ember szeretetétől elszakítanak minket, még azt is lehet mondani, hogy oly mértékben uralmunk alá hagyják az egész életet, hogy nem marad hely az értékes és a jó cselekedetek számára. Tehát ezt a fajta indoklást, hogy miért kell a kívánságok ellen adott esetben küzdenünk, megtaláljuk már Filónál. Most ehhez azért hozzájárul az is, ugyancsak már Filónál, hogy a kívánságok teljesen ebben az életben sohasem elégíthetők ki. Tehát olyan sorsra ítéljük magunkat, ha ezeket követjük, mint a mitológiában Tantalus, aki ugye büntetésből az alvilágban nyakig áll a vízben, de nem ihat belőle. Tehát ott szomjazik, és ez a vergődés jellemzi a létét. Aquinói Szent Tamás ehhez hozzáfűzi azt is, hogy azért kielégíthetetlen az embernek a kívánsága, mert végül is mi Istenre vágyunk. Tehát az emberi lélek Istenre szomjazik, aki végtelen. És csak Isten töltheti be teljesen a vágyunkat. Ezért hát itt a Földön, ha teljesen a földi kívánságainkra bízunk magunkat, ha erre hagyatkozunk, akkor ez elfordít Istentől, ez egyfajta bánványimádásba sodor minket. Na most mindenképpen igaz az, hogy a kívánságokat a társadalom, az emberi környezet nem mindig látja. Tehát az emberi bíró a külső vizsgálja. Ez egy olyan parancs a dekalógusban, amelyik nem büntetőjogi jellegű. Isten az, aki a szíveket vizsgálja. Ezt tudta már az Ószövetség is, hiszen Sámuel első könyvében például abban a jelenetben, ahol Sámuel ellátogat Dávid apjához azért, hogy kiválassza, hogy ki lesz az, aki majd Saul helyett királyá kenendő, akit a királyság méltóságába kell részesíteni, akkor föl sorakoznak ott különböző fiatal emberek, nagyobb testvérek, és kiderül, hogy ezek délcek, harcra termett emberek. Sámuel már éppen fölkenni őket, de mindig szól az úrhangja, hogy nem ezt választottam ki. És ott találjuk ezt a lapidáris mondatot, hogy az ember a külsőt nézi, Isten pedig a szívet. Tehát a szívek vizsgálója előtt tartozunk különös felelősséggel az emberi kívánságokért is. A kívánság területén
azért van más indok is, tehát ezen kívül, hogy amúgy is kielégíthetetlen, hogy konfliktusokat kelt az emberek között, hogy éppen ezért tulajdonképpen szenvedésre kárhoztatja az embert már itt a Földön. Ezen kívül benne van az is, hogy külső bűnös cselekedetekre ösztönöz. Tehát a kísértésnek egy nagyfokú helyzetét idézi elő. És ezért van az, hogy maga Jézus is úgy tanít, hogy hát nem csak azt, aki házasságot tör, hanem már azt is bünteti Isten, annak is felelőssége van, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, mert szívében már paráználkozott rá. Tehát ezt a bizonyos 9. parancsot Jézus személyesen is hangsúlyozza éppen az erkölcsi dimenziójában. Na most, ha tovább következtetünk, akkor kiderül, hogy ezekben a cselekedetekben létezik ám bűnrészesség is. Tehát létezik olyan, hogy valaki másnak a kívánságát kelti föl, és akkor eljutunk oda, amit a régi szerzők úgy mondtak, hogy hát kérem, a léha irodalom, meg a pornográf művészet, az is bűnt jelent, ma pedig a pornográfiának az egész témaköre ide tartozik morálisan. Tehát olyan kívánságokat kelt fel az emberben, amelyek nagyon könnyen súlyos bűnökre vezethetnek. A házastársak esetében, hogy a 9. parancsolatra térjünk vissza, mindez azt jelenti, hogy van egyszer egy személyes elkötelezettség és szeretet, amellyel szemben ezek a kívánságok jelentik a fokozódó kísértést. Tehát egész biztos, hogy itt is az önfegyelem és a felelősség áll a középpontban. A másik nagy terület, és itt az új parancsolat, a 10. parancsolatra térnék át, ez pedig vonatkozik az anyagi javakra elsősorban, de vonatkozhat a pozícióra is, ha az előbb azt mondtuk, hogy a ház általános értelemben jelentheti az egész egzisztenciát, akkor bizony a dicsőség vágya, a karrier vágy, más pozíciójának az irigylése szintén ide tartozhat, ez is rengeteg konfliktus, gyűlöletet, küzdelmet okozhat az emberek között. Itt ugyancsak arról van szó, hogy ha az ember ezeknek a kívánságoknak adja oda magát, akkor egyszer csak észreveszi, hogy állandóan boldogtalan, mindig többet akar, mindig többre vágyik, és soha sem elég. Hogy a pénz ilyen természetű, ezt megfigyelte már az Ószövetségi ember is, sőt, a Szentírás hozzáfűzi azt is, hogy azonban a végén mégis mindig kevésnek bizonyul. Mert annyi vagyont senki sem tud összegyűjteni, hogy meg ne halljon. És felteszek el, hogy kié lesz akkor a vagyonod. De van azért az Ószövetségben példa arra is, hogy pont az anyagiakra irányuló kívánság ennél súlyosabb bűnöknek az okozója is lesz. Ott van például a Árnak király, aki elveszi Nábot szőleit. Ugye a híres eset, amikor megkívánja a közelben lévő földterületet. És a vége az, hogy gyilkossága útján szerzi meg, olyan helyzetbe hozza a szomszédot, hogy ez kénytelen életveszélybe kerülni, és a végén hamis vád alapján meggyilkolják. Tehát a hazugság, a rágalmazás és végül a gyilkosság adódik az anyagi javaknak a kívánságából. Tehát ezt a fajta dinamikáját az anyagiasságnak, ezt újra és újra tapasztaljuk egyébként a történelemben és a mai életben. Tehát a 10. parancs az tulajdonképpen az egyik legaktuálisabb és legsúlyosabb parancs a emberiség életében manapság. Miért is? Hát a reklám, a kereskedelem. Miért élünk mi olyan fogyasztói társadalomban, amely újra és újra ösztönzést kap rá, hogy többet vásároljon, dobja el az előzőt, olyat is vegyen meg, amire semmi szüksége nincs. Hát azért, mert szisztematikusan fölkeltik az emberek kívánságát a földi javak iránt, és ezek annyira el tudnak uralkodni az emberen, hogy oda vezetnek, hogy kiraboljuk a teremtett környezetünket,
elpusztítjuk a saját veszélyünkre és vesztünkre a körülöttünk levő világot, mert nem tudunk betenni. Tehát az embernek a csodálatos Isten képére alkotott lénye, ha ilyen kívánságnak a zsákutcájába kerül, akkor a saját környezetét és élet lehetőségét is el tudja pusztítani. Tehát amikor a Föld elszennyeződéséről beszélünk, amikor azt látjuk, hogy a világtengereken a műanyag szigetek egyre csak növekszenek, amikor már az összes halakban és tengeri állatokban is ki tudjuk mutatni a műanyag részecskéket, akkor el kell gondolkodnunk arról, hogy tényleg jó szervezetben működik a fogyasztási javaknak a termelése és elosztása. Tényleg ilyen lenyűgöző reklámokkal kell traktálni az emberiséget, hogy minél többet fogyasszon abból is, amire nincs szüksége. Tényleg az a jó, hogyha rábeszéljük az embereket, hogy minél nagyobb csomag mosópart vagy bármilyen fogyasztási cikket vegyen magának azért, hogy akkor valamivel olcsóbb, de nem tudja felhasználni. Tehát ezeket a eldobásra termelő mechanizmusokat, amiket Ferenc pápa is olyan gyakran említ, hogy a szemétbe dobás társadalmává lettünk, Societad de los Cartos, ugye? Ez egy zsákutca, nyilvánvalóan zsákutca, súlyos zsákutcája az emberiségnek, ami pontosan a nekívánt parancsával ellenkezik. És itt a reklám, itt a kereskedelemnek a logikája, az egy nagyon komoly kritikát érdemel, és nagyon nehéz megtalálni azt, hogy hogyan lehet társadalmat békésen levezényelni ennek a civilizációnak a megtérését. Nevezzük jól a megtérésnek ezt a folyamatot, amire szükség volna. Hát azt hiszem ilyen szempontból, hogy a tizedik parancs ma életfontosságú. Adja Isten, hogy valahogyan megtaláljuk a követésének a módját. Tehát az összes olyan kezdeményezéseket a környezetünkben, amelyek arról szólnak, hogy tudatosabban vásároljunk, arról szólnak, hogy bizonyos fogyasztási aszkézist gyakoroljunk, tehát ezeket támogatni kell úgy, hogy közben gondoljunk a másik emberre is, és ne csak egyszerűen azt mondjuk, hogy kevesebbet fogyasztunk, hanem ha lehet, akkor próbáljon meg eljuttatni azt a el nem fogyasztott mennyiséget azoknak, akinek egyébként nem jutna semmi. Ez is nagyon nehéz, mert ehhez általában nagy szervezetek kellenek, ehhez bizalom kell, akár csak a egy országban vagy városban lakó szegényeknek adományt eljuttatni. Ahhoz is. Hát a legtöbb ember azt mondja, hogy van egy telefonszám, vagy legfeljebb egy bankszámlaszám, odáig még elmerészkedek, hogy azt fölhívom, vagy ott átutalást rendelek el, de hát egyébként nem ismerek én senkit, se azt a szervezetet, se azt, aki végül megkapja. Ha meg aztán nemzetközi méretekben rendeznek ilyen gyűjtést, még kevésbé. Tehát itt pedig nagyon fontos lenne a bizalom, nagyon fontos az, hogy legalább néhány szervezet legyen rendkívül átlátható ebben az egyház karitatív szervezeteinek a szolgálata, épp a bizalom miatt nagyon fontos. Úgyhogy azt gondolom, hogy az is egy nagy alkalom ennek a parancsnak a teljesítésére, hogy vannak bűnbánati idők az egyházi hitben. Tehát van nagybőjt és van advent. És ilyenkor tényleg úgy van, hogy nem csak a személyes bőjt vagy lemondás, hanem az is a feladatunk, hogy viszont amit esetleg magunktól ilyenkor megtagadunk, annak erejéig nem pont azzal fizikailag, de annak erejéig próbáljunk másokat segíteni. Egyébként az önmegtagadás, hogy mennyire hozzátartozik ennek a parancsnak a teljesítéséhez, hát erre ugye Aquinói Szent Tamás meglehetősen sarkosan tér ki, mert ő azt mondja, hogy tulajdonképpen itt a testnek a vágyai küzdenek a magasabb szempontokat követő lélekkel szemben, hogyan lehet ebben segíteni, ebben a küzdelemben a lelket, hát egyrészt imádsággal, mert az a lelket erősíti, másrészt pedig bőjtel és önsanyargatással, mert az a testet gyengíti. Hát mi nem erről az oldaláról vizsgáljuk, hogy gyengíti a testet, hanem inkább a fegyelem és a tudatosság oldaláról, és abból a szempontból is, hogy
közben másoknak a segítésére is gondoljunk. Az is egy érdekes gondolat, hogy a, mikor számít halálos bűnnek, és mikor számít bocsánatos bűnnek a kívánság. Azt mondja Aquino Szent Tamás, a kívánság akkor halálos bűn, ha indokolatlanul kívánják a fele barát javát, de amikor indokoltam, akkor bocsánatos. Na most itt egészen pontosan gondolhatunk arra, amit a katolikus erkölcs teológia kidolgozott, például az éhező ember esetében, hogy lehet olyan, amikor még arra is joga van, hogy ellopjon valamit csak azért, hogy éhen ne halljon. Tehát ilyen esetben indokolt a kívánság. Nem azt jelenti, hogy neki nem kell dolgoznia, ha megteheti, nem kell törvényesen szereznie javakat, ha erre módja van, de ha alapvető szükségleti cikkeket csak úgy tud megszerezni, hogy a másik kívánja, sőt, akár nem csak kívánja, hanem meg is szerzi, akkor ez biztos, hogy enyhítő vagy akár mentő körülmény is lehet. Tehát ez a tulajdonnak a egyetemes rendeltetéséből is következik. Ez természetesen nem alkalmazható a 9. parancsolatra, a házastársnak a kívánására. Annyira sokrétű ez a téma, hogy rengeteg kérdést lehetne itten szóba hozni. Tehát mondjuk ez az utolsó gondolathoz, talán ugye az éhező ember nem is konkrétan valakinek a tulajdonát kívánja, hanem hát inkább azt, hogy ő magának legyen betevő falatja, hogy valamiképpen azért ez a gondolatkör összefüggésben van ugye az irigységgel is, ahol mondjuk másét vagy másnak a akár társadalmi státuszát, egzisztenciáját kívánjuk. Ugye a népköltészet egyenesen sárga irigységnek nevezi, tehát hogy valahogy nagyon bele tudja magát fészkelni az emberbe, ha valaki magában észleli az irigységet, akkor mit tegyen? Hát erre különböző dolgokat ajánlanak a lelki szerzők. Van, aki azt mondja, hogy ossza meg a javait másokkal. Tehát lehet úgy irigyelni valamit, hogy kérik tőlem, de nem adom. És lehet úgy irigyelni, hogy a másiké, és meg szeretném szerezni, de nincs jogom hozzá, csak tetszene. Na most ez utóbbi esetben előfordulhat az, hogy imádkozom a másikért, próbálom fölfedezni a saját helyzetemben, a saját adottságaimban azt, ami szép, és hálát adni érte az Istennek. Tehát általában nehéz azt mondani, hogy a másik helyzete annyival jobb, mint az enyém. Bizonyos nagyon elemi javak esetében persze egy éhínség kapcsán előfordulhat. De máskülönben pedig az a régi példabeszéd érvényes itt is, amikor arról volt szó, hogy valaki úgy érzi, hogy nagyon nehéz neki az élet kereszte. És lehetőséget kap Istentől arra, hogy válaszol másikat, hogyha ezt nehezen viseli, és akkor bemennek egy hatalmas csarnokba, és ott különböző keresztek vannak. Kicsi, de szúrós, a másik az fényből van, és nehéz, a harmadik hatalmas, nagy. És a végén, mikor végigjárt, kiválaszt egyet, hát talán inkább ez. És akkor rádöbben, hogy hiszen ez az, amit eddig is viselnie kellett. Tehát sokszor van úgy, hogy az ember irigyli a másiknak a helyzetét, de ha igazán ismerné a dolgokat, akkor tudná, hogy az sem könnyebb, mint az övé. Sokszor éppen a sztároknak, meg a híres gazdag embereknek az életében látjuk ezekben a színes magazinokban, meg műsorokban, hogy tehát micsoda szenvedélyeik, meg betegségeik, meg tragédiáik vannak, hányszor van olyan, hogy öngyilkossággal fejezik az életüket, tehát esetleg olyan stressz helyzetben élnek, hogy azt egyszerűen nem tudják elviselni. Szóval ne irigyeljük másoknak a életét akkor se, ha az éppen csillogónak látszik, és kérjük Istent, hogy azt, amit a mi számunkra előjött, azt fölismerjük, és szeretettel tudjuk vállalni. Az is nagyon érdekes volt, hogy ugye a kereszténység arra mutat rá, hogy az embernek a legmélyebb vágya Istenre irányul. És ugyanakkor persze a földi vágyaink,
hát sokszor ennek egy kicsit ilyen töredékes, vagy elkorcsosult változatai is. Ugyanakkor ugye más vallása, az keleti vallás, amely egyáltalán mindenestől rossznak minősítik az embernek a vágyait, és azt mondják, hogy hát az a legnagyobb eredmény, hogyha ezektől teljesen meg tudunk szabadulni, mert akkor nem szenvedünk. Ezért a kereszténység nem megy el ebbe az irányba, hanem valahogy a meglévő, akár földi vágyainkat kéne valahogy fölemelni, úgyhogy persze földi szükségleteink vannak, tehát hogy valahogy a szükségletek, vágyak között hogyan találjuk meg azt, hogy mi az, ami szükséges, és mi az, ami már esetleg gátolja azt, hogy lelkileg felemelkedjünk. Erre válaszol meg a 9. és 10. parancs. Mert nem azt mondja, hogy ne vágyódjon senki a szerelemre, ne vágyódjon senki semmiféle anyagi javakra, hanem azt mondja, hogy az embertársat, házastársat ne kívánt, fele barátot, házát, mezeit, egyéb jószágát és vagyonát ne kívánt. Tehát nyilván, hogy az emberben van természetes ösztön és vágy arra, amire egyébként szükségünk van. Tehát ez a kívánság, ez a munkának, az alkotásnak is fontos ösztönzője. Ezért fontos dolog az, hogy ezt egyfajta önfegyelemmel, tudatossággal használjuk, mert akkor jó célirányába tudjuk fordítani. Amit még érintett, Bíboros úr, iparág a pornográfia. Óriási bevételt termel azoknak, akik ezeket a tartalmakat gyártják, akár papír alapon, akár elektronikus formában. Nyilván azért, mert piaca is van. Én azért így a saját pedagógiai tapasztalatomból, meg egyéb gyakorlatomból azt látom, hogy hát nagyon sokakat tud rabul ejteni. Ugyanakkor meg nyilván sem az egyház, sem más szerv nem nagyon van abban a helyzetben, hogy valamiképpen hatalmi szóval szabjon ennek gátat. Tehát itt is biztos, hogy az önfegyelem az, ami segít, és hát persze akkor, amikor valami így rabul ejti az embert, mégis hát mit mondhatnánk, hogy miért vegye fel ez ellen a küzdelmet, azon túl, hogy hát általánosságban a függőségektől persze az ember igyekszik szabadulni, de hát ez mégis egy speciális formája a függőségnek. Először is azért, hogy minden ilyen pornográf ábrázolás tárgyasítja a másik embert. Tehát a személy méltóságától fosztja meg, úgy ábrázolja, mintha az egy használati tárgy lenne. Ez maga egy nagyon helytelen képet ad, és nem növeli, hanem csökkenti az ember képességét arra, hogy valódi személyes szeretett kapcsolatot alakítson ki. Tehát önmagában ezért is. Megvalóban utána, hogy függőséghez is vezet. Tehát ezek miatt természetesen növeli a külső bűnöknek az esélyét is, tehát bűnre vezető alkalomban az értelemben. Önmagában is bűn, de cselekvésben megnyilvánuló bűnöknek is az előkészítő. Aztán nem véletlen, hogy a pornográfiát használják egyéb reklám céljára is. Ebből is látszik, hogy az embernek a tudattalan ösztönvilágát manipuláció céljára fel lehet használni. Ha nem vagyunk eléggé reflektáltak és eléggé fegyelmezettek, akkor kiszolgáltatjuk magunkat teljesen ezeknek a hatásoknak.